Gondolatot szeretnék a citeráról, különösen azért is, mert nagy örömmel hallom, hogy itt valaki mondta, hogy volt a édesanyjának, vagy nagymamának, valakinek, nagyapának, bocsánat, és egy húros hangszer, saját maguk készítették az egyszerű parasztemberek, és az a különlegessége, hogy egy kis zenekart is képes utolni, mert vannak ilyen basszus húrjai, mert nagyon sok húrban ez a basszus. Aztán van ilyen díszítő húr nála, amit hallottátok, hogy néha megpöngettem, tehát ettől olyan kis különleges a játéka neki, és ez már egy modern változata a citerának, mert ezen a régin, amit most ha idehozott volna mellé, azon kívül, hogy nagyobb, szélesebb acélhúrok voltak rajta, mélyebbre volt hangolva, ilyen finomra nem lehetett felhangolni, ilyen magasra, az volt még a különbség, hogy egy dallamhúr volt, és volt a többi az öngő, az itt lehetett még nagyon sok is, és ezeket a félhangokat a 1900-as évek után tették rá a citerára, addig csak a 8 alap, a 7 alaphangot tudta játszani, és akkor csak olyan dalt lehetett eljátszani rajta, amin ez benne volt a skálában. Könyörök lelkem, új
elhiszem, üdvömét vére elég. Uram, szívem átadom én. Akkor mondja, jó, jó lesz a borjó, icipici sári lányom lakodalmára.